könyv egyébként, mert ezzel a könyvvel, aki ezt a kis könyvecskét végig tanulja, lehetőleg persze kínai tanárral, tehát kínai mesterrel, majd ugye megmondom, hogy miért, az illetőnk le tud tenni minimum egy középfokú nyelvvizsgát. Na mostan, gyorsan elmondom, hogy bármennyire is én is abban a hibában estem, hogy a írást mutattam itt önöknek be, de nem a írás a legnehezebb a kínai nyelvben, hanem ha hiszik, hanem a kínai nyelvnek a legnehezebb része az, hogy nincs nyelvtana. Tetszik érteni? Nem tetszik érteni. Nincs nyelvtana. A kínai szókincs az 400 darab egy szó tagú szóból áll. 400 egy szó tagú szó, amelyet azonban nem 400 féleképpen lehet kiejteni, hanem 4000-nél is több féleképpen lehet kiejteni, csak most latinul próbálom leírni, hogy például ha latin betűvel írom le, akkor a ZH, vagy a CH, vagy az X, ezek mind például Cs. De mind Cs hangon. Ez csak példának írtam föl, vagy közelebb hozzá neked a dolgok felértéséhez, vagy nem. A lényeg ilyen még egyszer az, hogy roppant gazdag szó kincs, de felírtam itt a vonaton, most ahogy jöttünk. Kérem szépen, még az első tanárodik Budapesten, én az egyetemen kezdtem Budapesten kínaiul tanulni, a Csongor Barna volt a kínai tanszéknek a vezetője, és ő fordította le az egyik legismertebb